Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Sziasztok! Én Bajta Éva vagyok, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium magyar tanárnője. A mai alkalommal József Attilával fogunk foglalkozni, azon belül is a motívumokkal. Megnézzük, hogy milyen motívumokat használt költészetében József Attila. Amikor választotok egy regényt, akkor általában téma alapján, kinek milyen az érdeklődési köre, az alapján szoktatok regényt választani. És a motívumok azért fontosak egy regény esetében, vagy egy vers olvasása kapcsán, mert segítik a megértést, a regény témájának a megértését. Mielőtt konkrétan rátérnénk, hogy József Attila milyen motívumokat használt költészetében, azért nézzük meg egy példán keresztül, hogy mi is ez a motívum. Példának az éjszaka motívumot nézzük meg. Mi az, ami eszetekbe jut az éjszakáról? Itt össze kellene gyűjteni, ugye nagyon sok mindent lehet írni. Milyen érzéseket vált ki, milyen hangulatokat vált ki belőletek? Ugye ide lehet kapcsolni a sötétséget, az alvást, a félelem, a csók, ugye éjszaka, a bál, az álom, a vágyakozás, a halál, a bűn, az útvesztés, lámpafény, szerelem, stb. Tehát nagyon sok mindent ide lehetne kapcsolni ehhez a kifejezéshez, motívumhoz, hogy éjszaka. Lehet szűkíteni a kört, az éjszakához kapcsolódó élmények alapján is lehetne válogatni kifejezéseket, hogy boldog élmények vagy boldogtalan élmények, akkor a biztonság képei vagy a bizonytalanság képei. Lehet az éjszakához kötődő érzések alapján, például szorongás, gátlástalanság, félelem vagy biztonság. És ezektől a konkrét képektől el is távolodhatunk, és átvitt értelemben is beszélhetünk az éjszakáról. Például az éjszaka, mint a szellemi sötétség, vagy a lelki sötétség, a gonosz erők, a káosz, az ösztönvilág, az őseredet. Tehát nagyon sokféle képen átvitt értelemben is beszélhetünk az éjszakáról. Nézzük akkor az éjszaka az irodalomban, ezt is konkrét példákon keresztül, félelmek, szorongás és negatív képek. Olyan példákat próbáltam összeszedni, olyan regényeket, amelyeket ti is ismertek. Például az éjszaka, mint a félelmeinknek a színtere, jelenik meg Mary Shelley-nek a regényében, a Frankensteinben. Az éjszaka, mint büntet, Mikszáth Kálmánnak a Beszélő köntös című művében. Az éjszaka, mint az erkölcsi sötétség, a gonosz erők, a gonosz hősök, a sötét nagy urak, ugye Tolkien a Gyűrűk ura, George Lucas a Csillagok háborúja, vagy Harry, elég, hogyha ugye Harry Potterre gondolunk. Az éjszaka, mint az eltévejedés színtere, de a meséből Jancsi és Juliska, aki eltéved az erdőben, első osztályos tananyag Dante-nak az isteni színjáték, ahol szintén úgy jelenik meg az éjszaka, ugye, mint az eltévejedés színtere. És ezt még lehetne fokozni, tehát ezt tovább lehetne, ezek csak kiragadva példák. Milyen motívumok vannak az irodalomban? Itt is csak egy párat említenék meg, ugye famotívum, tűzmotívum, a könyvmotívum, az útmotívum, a lómotívum, a virágmotívum, a lantmotívum, az almamotívum, a barlang és az üregmotívum. Tehát számtalan-számtalan motívumot használnak a költők és az írók. Nézzük akkor konkrétan József Attila milyen motívumokat használ költészetében. Én hármat emeltem ki, az egyik a szabadság és a rend, a bűn és a bűnhődés, és a gyermeklét és az árvaság motívuma. Nézzük akkor az elsőt, ugye a szabadság és a rend motívuma. A költő kulcsszavai költészetében ugye a szabadság és a rend és a törvény, és a három szónak a jelentése az változik az életműben, de teljes mértékben nem választható el egymástól. Azt mondja a költő, hogy ahol a szabadság a rend, ott mindig érzi a végtelent. És a szabadság és a rend motívum, ez volt különben egy híres versének is, és hát ez lett volna az eredeti címe, ez volt a Levegőt című költeménye. Ezek mindig egymás mellett vannak, egymást
erősítve léteznek költészetében, és ez egy, hát egy ismertebb verse József Attilának, ez a Levegő című, hogyha ugye meg akarjátok hallgatni, akkor az alábbi linken megtudjátok, ugye egy neves művésznek a tolmácsolásában meg tudjátok ezt a költeményt hallgatni. Ezek a költemények, amelyekben a rend és a szabadság motivuma megjelenik, ezek mind kristálytiszta szerkezetűek, és politikától nem mentesek, tehát van benne politikai töltet is, és egy olyan korról szólnak, ugye József Attila, amikor élt, amikor teljesen normális volt, hogyha megfigyelték az embert, tehát normálisak voltak ezek a lehallgatott telefonbeszélgetések, a bűnkereső tekintetek, hogyha valaki akármilyen apróságot csinált, akkor rögtön aktába írták a tettét, és ezáltal ugye kiszolgáltatottá vált a társadalom számára. József Attila nem így képzelte el a fennálló társadalmi rendet, és a Levegő című versnek is valójában ez az üzenete, ami ma is időtálló és naprakész, hiszen József Attila tiltakozik a költeményben a jogfosztottság és az embertelen rend ellen, tehát kevés joga van az embereknek, és úgy gondolja, hogy a fennálló társadalmi rendszer ugye embertelen, nem emberséges. Azt kérdezi, hogy hogyan lehet egy olyan országban dolgozni, ahol az állampolgároknak félelemben kell élnie az állandó megfigyelések alatt. Azt mondja, hogy egy megoldás, egy új rend kellene, hogy legyen, egy új társadalmi rend, amelynek az alapja szabadság, tehát hogy minél több szabadságot kapjanak az emberek, és hogy lehetőséget kapjanak az önmegvalósításra. Ő így képzeli el. Jó. Az 1937-es Tudod, hogy nincs bocsánat, itt is megjelenik ugye a rend és a szabadság motívuma. Itt már az erre való hiába való törekvést fogalmazza meg ebben a versében, és az utolsó létökszegző versében is az Íme hát megleltem hazámat, szintén 1937-es, a harmadik versszakában is megjelenik ez a rend és a szabadság motívuma, de itt már lemondóan ír a szabadságról, itt már feladja a költő eszméit és terveit, és felismeri azt, hogy nem tudta megváltani a világot, és egyszerűen nem tudott semmit változtatni az embereknek a nézőpontján, a látásmódján. És akkor elérkeztünk a második motívumhoz, ez a bűn és a bűnhődés motívuma. Most felolvasnám akkor ezt a részletet, hogy mit is mond erről, a bűn és bűnhődésről magáról ugye a költő. Azt mondja, hogy kétféle bűn van. Az egyik fajta bűn csak azért bűn, mert büntetés jár érte, az uralkodó földi hatalmak különös gondolkodása folytán. Az ilyenfajta bűnök igen könnyen megszüntethetők, például azzal, hogy nem jár büntetés értük. Az ilyen bűnök ellen lehet és kell küzdenünk, mégpedig a büntetlenség biztosításával, az intézményes szabadsággal. A másik fajta az a bűn, melyet akaratlanul elkövet az ember, és akkor is megbán elkövetője, ha nem büntetik érte. Ez az eredendő bűn. Bűn az ellen, akit szeretünk. Az ilyen bűn ellen nem elég nem büntetéssel küzdeni, az ilyen bűnt kifejezetten meg kell bocsátanunk egymásnak, az ilyen bűnt meg nem bocsátani, maga is bűn. Ezt vallja József Attila. És akkor nézzük meg konkrétan ezt a motívumot. Korai verseiben is már megjelenik ez a motívum, ez a bűntéma, már az 1925-ös Tiszta szívvel című versében is. Vannak ténylegesen elkövetett bűnei a költőnek is, például megsérti Babicsot, vagy élettársát, Szántó Juditot, vagy megjelenik bűnkét valamilyen gyermekkori rosszaság versében, például a Mama című versben. De ez a bűntelen bűnösségnek ugye az érzése, ez nagyon népszerű, nem csak József Attilánál, a magyar irodalomban és a világirodalomban is ez egy nagyon népszerű volt, hogy van is bűnöm, meg nincs is bűnöm. És ezt mondja, ezt fejti ki József Attila az 1935-ös Bűn című versében is. Azt mondja, hogy zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam, csak az zavar-e semmiben, hogy miért nincs bűnöm, ha van. Tehát itt is kiírja ugyanazt, hogy ha van is bűnöm, meg ha nincs is bűnöm. A
Három verset említenék még meg, ugye ezek mind a kései költészete, 1937-es költemények, a Nem emel föl című verse. Itt Istenhez fohászkodik, és a hitben próbálja megkeresni a megoldást, hogy majd ugye Isten lesz az, aki felmenti őt a bűnök alól. A Tudod, hogy nincs bocsánat című versében itt már a bűn feloldhatatlanságára figyelmeztet, miközben a bűneit olyanokat, mint megalázkodás, segítségkérés és annak lehetséges következményeit, az öngyilkosságot már ugye taglalja ebben a költeményben. És a Talán eltűnök hirtelen címűben pedig már keserű iróniával ír erről a bűn nélküli bűnösség állapotáról és annak az elfogadhatatlanságáról. A lírai én azt mondja, hogy a legfőbb bűne az, hogy ifjúságom szabadnak hittem és öröknek. Tehát ez állandóan foglalkoztatta József Attilát, ez a van is bűnöm, meg nincs is bűnöm. Talán abból lehetne itt kiindulni, hogy ő alkalmatlannak találta magát, József Attila, tehát a szerkesztése is alkalmatlannak találta magát, a nőkkel való kapcsolata is mind kudarcra fulladt, nem tudta igazán megvalósítani önmagát, nem az igazi szerep betöltésére való képtelenség valójában ez, és valószínűleg erre utalhat itt, hogy van is bűnöm, meg nincs is bűnöm, és mi is lehet ez a bűn, amit ugye ő a versekben kifejt. És akkor a harmadik, ez a gyermeklét és az árvaság motívuma. A költőnek az árvaság az nem költői kép, hanem élettapasztalat, hiszen az életrajzából azt is tudjuk, hogy 3 éves volt, amikor ugye édesapja elhagyta őt és családját, és édesanyja pedig kénytelen volt nevelőszülőkhöz adni, és hát ugye ezt soha nem tudta megbocsájtani édesanyjának József Attila, attól függetlenül, hogy ő imádta az édesanyját. Másrészt Freud pszichológiája is hatott rá, olvasta Freudot, és tudta azt, hogy a gyermekkornak az élményei azok meghatározzák az ember személyiségét, ugye, hogy hogyan alakul ki felnőtt korban. A betegségével is tisztában volt, de képtelen volt normális felnőtt életre, tehát nem volt biztos munkahelye, állandóan éhezett, ápolásra szorult, gyermeke se lett soha, a nőkkel való kapcsolata is mind kudarcba fulladtak, és emiatt ez a gyermekség lesz a konkrét kifejezője a magányának és a félelmeinek, és ez a gyermekség és árvaság motivuma, ez mindig együtt jelenik meg, és szorosan összefügg egymással, és a verseknek is a kiinduló pontja ez a szeretet éhség, ez a szeretet hiány, de a gyermek szerep az kifejezőbb, mert a gyerekek azok kikövetelik maguknak a szeretetet. A felnőtteknél ez sokkal összetettebb, mert mi szemérmesebbek vagyunk, és nekünk megalázó az, hogyha a szeretetért könyörögni kell. Jó, nézzük akkor tovább. A költő szerelmeitől is valamiféle anyaszerepet kívánt, és erről tanúskodik Flórához írott verse, a gyermekkért tettél. És leginkább a gyermek motívum a 30-as évek költeményeiben jelenik meg, az anyaversekben, akkor a szerelmi költészetében, és ugye az utolsó versek költeményében van nagy jelentősége. És ezt a gyermek-felnőtt kettősséget, ezt már nagyon korán megfogalmazza a Medáliák egyik darabjában, amelynek a címe 23 király. Akkor a késői Sirató versét még megemlíteném, ami vád, és ugye szeretetvallomás is egyben, ugye egy felnőtt ember írja, és az élmények, amelyeket felsorol ebben a költeményben, azok valóságosak, tehát van valóság alapjuk, ez az ápolás a betegségben, az etetés, de egy-egy sor erejéig azért ott van a versorok között ez a, ugye, hogy gyermekké válik, és ezt írja is konkrétan, hogy nem hallod, mama, szólj rám. Tehát mindenhol megvan ez a gyermek-felnőtt kettősség a költeményekben. És az utolsó verseiben a nagyon, tehát rendkívül összetett ez a gyermekmotívum, például a Karóval jötté című versében. Itt felnőttként szólítja meg gyermekkori önmagát,
és ezeket a gyermekkori túlzó vágyakat, ugye azért túlzóak, mert aranyat ígértél nagyzsákkal, ezeket szembeállítja ugye a jelenkorral. Különböző motivumok jelennek meg, mint például a tejfog, a sebnek az elvakarása, és gyermeknyelvi szavakat használ, például csücsülsz, ezek mind ugye a gyermekkort idézik. És elmondja, hogy felnőtt korban semmiféle értéket nem tud felmutatni. És ez erre utal a se késed, nincs se kenyered, és egyetlen egy megoldás maradt számára így, az pedig a halál. Ugye erre utalnak a versnek az utolsó sorai is, hagyd le szépen a fejedet, tehát nincs semmi más lehetőség, csak a halál. Hát számos versét föl lehetne még ide sorolni a gyermek motivum kapcsán, amiket nyugodtan el is olvashattok. Például, ha a hold süt, az altató és a mama, ezek ugye ismert versek, egy kisgyerek sír, stb., amelyekben ugye szintén ez a gyermek motivum található. Ezt a három motivumot szerettem volna, a szabadság, a rend, a bűn és bűnhődés, és ugye ezt az árvaság és gyermeklét motivumot megemlíteni, de számtalan más motivumról lehetne még beszélgetni József Attila költészete kapcsán. Olvassatok nagyon sok József Attila verset és verseket. Én megköszönöm a figyelmet. Sziasztok!